mennyire jutottál? Nem akartam túl szenvedélyesen, de túl hidegen sem. Tehát így kezdtem. Kedves Dolly, nagyon csinos kezdet. És tovább? Nincs tovább. Nem tudtam megtalálni a kellő szavakat. Azért jöttem ide hozzád. Te értesz az ilyesmihez. Gondolod? Te megfogalmazhattál, hogy mit írjak. Pompás ötlet. Megírom a receptet, aztán magam veszem az orvosságot. Tehát te szerelmes vagy Dollyba, és most tudatlanul hajtod, vajon átengedheted magadat annak a boldogító reménynek, hogy... Öregem, megállj csak! Ennyire nem szabad magam kilekötelezni. Bármennyire is szeretném, nem lehet. Van ugyanis egy nagynénye. Hát kinek nincs nagynénye? De olyan, mint az enyém, olyan nincs. Ő engem, mint szegény árvát támogat a mai napig. Neki köszönhetem, hogy egyetemre járhatok. És mivel a gyámon úgy értesített, hogy ma egy órakor érkezik, elvinte a nénét, a tisztesség úgy kívánja, hogy kikérjem a tanácsát, mielőtt örökre lekötelezném magam. Ez már más. Beszélj át a néniddel, aki bizonyára vén, gazdag, vastag néni. Személyesen nem ismerem. Hosszú évekkel ezelőtt kiköltözött Brazíliába, és ott egy gazdag földbirtokosnak, Bob Tenrónak lett a felesége. Többet nem is tudtam róla, amíg a véletlen a kezem kütyében nem hozta ezt az újságot. Donna de Bellarica Rosanna a braziliai özvegy milliomos nő, aki legutóbb hercegindra kastélyát megvette. Született angol nő, és kiváló kereskedelmi szellemmel rendelkezik. Állunk férjének számos éveken át fontos támasza volt, és Don Pedro neki köszönhette vagyon a nagyobb részét. Értelme. Miközben ennek a szerelmet? Olvasd tovább! Egyetlen rokona, egy unokaöccse, aki az oxfordi egyetemen... Te hajtál! Ez a te lényeg kezd nekem imponálni. Te nem így jobban. Természetesen te leszel a néni öccse. És ezt a milliomos néni minden percben válhatjuk. Ma nagyon rossz vagy éppen. Épp amikor ezt a gondos levelet akarjuk időni. Pompás ötletet támad. Mondd el. Az ötletet mindkettőt értékesíthetjük, mert éppen olyan szerelmes vagyok Molly-ba, mint te Molly-ba. Igazán? Őrültem. Jobban szeretem Molly-t, mint a viszont. Pedig azt nagyon szeretem. Éppen szerelmes levelet akartam neki írni, mielőtt megjelentem. Szívemből összül a fejára. Tehát mit írjunk? Első ki az írás. Inkább a személyes beszélgetés híve vagyok. Meghívjuk őket a néni tiszteletére rendezett helyére. Albertnak gondoskodnia kell a szükségesekről. Hé, Albert! Albert! De vajon eljönne? Ahogy én ismerem őket át. De az öreg Lord John tiltakozni fog. Azt elvihet tőle a szörvény. Tőle is. Otthon? Nem, és azt mondták, hogy a fővárosba utazott valami tárgyalás egyetféle. De hisz ez pompás. Na, diktáld! Kedves Dolly! Hey, Albert! Hol az ötlőben vagy? Hamar egy formál. Igenis. Tehát, kedves Dolly, tovább. Kedves Dolly, legyen szíves, Dollyval, egyébként hozzánk látogatni. Ahol úgy én, mint Charlie, szívesen látjuk, mindkettőjüket ebédre. A címet meg megírom. A címet majd meg... Mondom, én írom. Dolly Laveri kisasszony. Nos, hogy folytatjuk? Ebédre. Amelyet a nagynénén tiszteletére rendezünk. Hogy is hívják a nénédet? Señora Donna de Bella Rita Rosanna. Írd oda azt is. Igen, hogy válasza. Boldoggá teszi őszinte hívét, és legben sem tisztelődik. Charlie Wilkinson. Ez egy irodalmi remekű. Gyönyörű stílus. Még Shakespeare Billy is megirigyelné. A lányok ugrálni fognak örömükben. A holdár itt van. Vigyel hamar ezt
látni is. Várjon a válaszra. Igenis. Ilyen szerelmes emberek, mint mi, nem mindegy szedik el szerelmi ügyeiket írásban. Szemtől szembe, kéz a kézben, ajt az ajtón. És kinek köszönhetjük ezt? A nénének. Hát a néni nélkül nem hívhatjuk volna meg a lányokat. Hé, Albert! Parancs! Hamar Albert, ebédet készítes 5 személyre. Pont így egy jó. Alig van ez belőle valami, már féleggel jár. Semmi megjegyzés. Kerülj lakányba. Pont egyre, meg legyen az ebéd 5 személyre. Van Eli, úgy ver a szívem. Hát még megjár. Azután édes kedves néni itt lesz, akkor megmutatod neki a híres kódombárat. A föld alatti folyosokkal. Én meg az alatt szavartalanul cselekedek Mollival. Én meg Dolly, hiszen mi is szavartalanul akarunk cselekedni. Hiszen akkor a néni tulajdonképpen az utunkban lesz. Na tehát akkor mit csináljunk? Adunk el nekünk. Aki mulattassa, valamelyik túlbajtársunk, akiben megfizetünk. De ki? Mit szól már Albert-hoz? Méltóságos kívánok. Kimaszkíroznánk professzornak vagy valami hasonlónak? Nem is lenne rossz, egészen olyan, mint egy filozófus. De Albert a szükségünk van a felszolgálásnál. Hú, megvan, ki? Hopkins úr, ő pompás neki, aki majd elszórakoztatja a nénét. Hamar Albert Csias Vizon úr szobájában vannak, hogy tiszteltetjük és szíveskedjék ilyen fáradt. Igen. Ezzel megvonnánk. Mi Boba néninek teszi a szépet, mi a fiatal hölgyeknek egész nagyságában bevallhatjuk. Mondd csak le, nem vettek észre, hogy Boba mióta hazajött Monte Carlo-tól. Miha egy hiszem. Szerintem szerelmes lett. Annál jobb, mert megérti a helyzeteket. És távol tart az őrünkben mi. Képzeld úr tiszteletét küldi és üzeni, hogy vendégei lesznek ebédre. Hogy már vendége lenni, mikor nekünk szükségünk van rá? Ennek elég lesz. Albert, hadra terít. Átmegyünk hozzá és idehozzuk erőszakkal is a gyárat. Úgy van, nem hagyjuk tönkretenni a mi cip terveinket. Albert, rendezd az asztalt akarosan. Mi elmegyünk? Ma egy kellemes napot csapunk. Úgy van, lesz a gyuri. De kérlek, Larry, vagy mondanék valamit. Senki. Aj, aj. Viszit akartam kölcsön kérni, hát gyerekek. Szervusz, Bob! Éppen jókor van, keresztül! Ti is titeket? No, hogy fested, na? Takarosan, mi? Úgy nézel ki, mint a babacsú Spice. Csak ezt akartam mondani egyet. Leste vizitálni akartam nálad, de nem voltam ott. Frankie hívott meg egy kártyapartira. De csak láttad volna, micsoda pofát vágok. Nyártam tőle egy ezrest. Kifizette legalább? Dehogy, rövid terminus tanult. Milyen? A nagyanyja halálára. Hiszen az már három esztendeje halott. Igen? Ó, a sikrista. Mert ez alá való becsapás. No, de mennem kell ugye. Ne menj! Reggeli szél velünk. A nagy néném jön hozzám látogatóban, és szeretne veled megismerkedni. Hát ki az a te nagy néném? Egy bűvályos asszony, összegy, milliómos nő. Te! Ez éppen neked való. Bűvályos, milliómos nő? Ezzel meg kell ismerkednem, hegyele-pegyele, hogy hívják? Szenyúra, dobd már, de megy le Ripperhoz állunk. Szenyúra, Donna, Rrrr, mi is oda rettenetes lévet? No, de menjünk közöttem. Itt van az, nem fog átmenni egy szeretetre méltó öregasszonyságban reggeli szállítani. Na, én gyárt gondoltam. Öreg is, vénys! Köszönöm! Hiszen két fiatal lányt is várunk! Nagyon! Hány? Kettő! Ó, nos már értem! Szóval kettőtöknek egy-egy fiatal, én meg érjem be egy vér hegyelepegyelét! Pápa! Hogyan legyen már ezzel? Segíts rajtunk, mint jó barátunk! Mi ugyanis így, szerelmesek vagyunk ebben a kétre. Na és megvallottátok meg, megvallottátok már nekik a szerelmeteket? Sajnos még nem. Egyele, petyele, akkor én legyek az elefánt? Ó, te rinocérosz! Nem vonakodnál, ha tudnád, hogy mi a
igazi szerelem. De mennyire, hogy tudom. Nem vettétek észre, hogy mostanában olyan szomorú vagyok, mint egy mondatos. De igen. Hát, mi baj? Úgy gondolom, hogy szerelmes vagyok. És miből következtetted ezt? Szeretek Holtvilágnál őgyelegni. Hallgatom a fülemüled alát. Őrült verseket írok, és éjszaka nem tudok aludni. Ezek nagyon gyanús tünetek. Na, elmondom mindent. Amikor az utolsó szikorlaton elhasaltam egyele, a megerőltetés miatt üdülni mentem Monte Carlóba. Ott meg is mentettem egy George Baldwin nevű földbirtokossal, akinek egyele nem volt egy fenie sem. Bizonyára elmentette mindenét rulettel. És kortussá tette egyetlen lányát is, aki nagyon bánkodott az apja miatt. Fecsele, aztán meghalt az apja. És mi lett a lány? Ágyalmú. Azt nem tudom. De egy gazdag nagynénye Dél-Amerikából állítólag hazahozta. És most nála élnek valahol a nénik idéti birtokán. Többször megkíséreltem, hogy megmondjam neki, ami a szívemet nyomja, hegyele-pegyele. De mivel a lány bánatos volt, szomorú, magasabbat tartottam, hogy befogjam a számot. És most krónikus melankóliában szenvedek. Akkor minden esetre méltányolni tudod az állatot. A hordára ezt a levelet hozta. Jaj, de kíváncsi vagyok! Hát még így! És? Mit ír? Hogyan? Ne legyél már indiszkrét! Éljen! Álljon meg! Álljon meg! A lányok járnak majd örökben, a megkívó majd a kezükben, a szélegből és a szemükben, hogy így lesz barátom. Amikor olvassák, hogy beletelet, a szíve mindkettőnek kellene meg, csak a suttogják az igeneket, az így lesz barátom. Eljönnek, tudom, hogy eljönnek, a boldogság küszöbön át. Sugárzó arccal csóhajnak a fényeket, hóhajtalan pajtás rám a szerelem vár. Én mondom, eljönnek, szobokra eljönnek, a jó sorsunk ide talál. Nagyon vett pajtás, nincsának a fényeket, hópásak mind. Mondom, hogy nem érek rá, a pajtások várnak, jármez estét szervezünk, és most lesz a főpróba. Én egy öreg földnek öltözöm, és mivel még sohasem vettem részt egy ilyen hegyele-begyelében, fel kell próbálnom a női ruhát, mielőtt a többiek meglátva. Azt megteheteni? Hozzad a ruhát. Köszönet van a szobában. Abban Albert, hozd ide azt a koffert. Igen. De hiába, csak nem várakoztathatom a fiúkat. Majd üzenünk neki Albert, hogy megbetegedtél, vagy elfélél. Hiszen én szívesen tennék meg mindent a kedvetekért, Petyele, ha segíteni tudnátok, hogy feltaláljam azt már ott. Majd előkerül egyszer. Igyunk az egészségére. Éljen a jövendőbeli Bob Gibsonné született! Nincs a keresztet. Ha én azt tudnám, Petyele! Tehát, éljen Boldin kisasszony! Éljen soká! Éljen! Tessék a koffert! Köszönöm szépen, Albert! Hálás leszek! Mondhatsz kölcsön 5 fontot? Mondhatsz kölcsön 5 fontot? Nem mondhatsz kölcsön 5 fontot? Tessék 5 fontot. Lesz lenni 5 fontot. Eszemom 5 fontot. Itt van Albert 5 font porra való.
szépen szólvasz, vagyok? Már itt is vannak! És a néném még nincs itt! Albert, bocsásd a hölgyedet! Hölgyeim, rendkívül örvendek. Köszönöm barátságának ezt a bizonyítékát. A meghívás nagyon is csábító volt, de úgy látszik, kissé korán érkeztünk. Á, dehogy! Túl boldogok vagyunk! A néni minden pillanatban itt lehet. Milyen kedves, hogy még ma beszélhetünk egymással. Holnap elutaznak el rajta. Sajnos. A bácsi minden nyáron elvisz bennünket. És ott olyan unalmas. Itt sokkal kellemesebb, ugye bácsi? Sokkal kellemesebb. Nem csak, hogy a bácsi... Sokra megy, de sajnos ezután másképp lesz.
sokkal nagyobbak, mint azt eleinte gondoltak róla. Ennél fogva néhány évig szegény emberek. Szegény emberek? Erre nem voltam elkészülve. Azért nem kell mindjárt figyelmetet meg a fejedet. Szedlek neked valami jó állást. Köszönöm szépen, papa. Na, végzed azt. Mit akarsz adnád? Bogornak hoztam a hajtfíjet. Te papa, van egy ex. Ahhoz állásra vonatkozóra? Nem, hanem házasságra vonatkozóra. Lehetőleg gazdaszati útján rendezhetnénk a dolgainkat. Ne is beszélj róla. Ne utasítsd el, hanem hallgass meg. Csárli barátomnak a lényét várjuk itt Erdélyre. Már ez egy milliomos nő, és úgy hívjuk, mint ellenek azt a világ. Ebben nem egyezek vele. Hitvány pénz miatt nem áldozhatok fel magad. Ki beszél én róla? Te meg feleségül. Hogy újra megházasodjak? Persze már gába sincs. Mondol meg a dolgot, papa. Hol akarjál? A szállodában. Jó. Eredj oda, és csípj ki magad olyan takarosan, ahogy csak tudod. Még virágot is tűzd a gombjukatba. Ennyi tett. De amikor nem akarok házasodni, megnézni, azt nem áll, az nem köteles semmire. Gibsonul kéreti a fiatalokat. Rögtön jövök. Hát, ha mégis megtetszik a nyíl. Megnézni azt nem áll. De meg gondold meg jól a dolgot, papa. Aztán gyere vissza. Én megházasodok. Nem való az már nekem. Na hát mi van? Olvasd el ezt a sűrűt. Pontosítok. Csak a legközelebbi napokban jövök. De Bella Rita Rosanna. Nem. Muszáj neki jönni. Sűrűbe jössz neki. Már késő. De a nénire okvetlen szükségünk van. Mert a lányok megint elvárták. Talán a kertésznét beöltöztethetnénk. Azt a mémba nyár? Hát lehetetlen. Gyertek csak! Nézzétek meg, milyen kedve vagyok! Ihan! Jó, mit kiabálsz? Charlie, öregem! Meg vagyunk mentve! Hogy? Hát nézd be és írd, amit fogod! Hát azt öljetek meg így csodálom! Charlie, drága tanti, nincs az öccsát sem.
van minden. Mit akarsz mondani? Dolly Lavery? Molly Lavery? Donna de Bella Rita, Rosanna! Charlie Nini! Köszönöm, ásson! Az út fárasztó volt, nem de? Ó, kérem szépen! Köszönöm, ásson! De abban is érezhetnék. Már is lenne, ha kisé pihenne, kedves lévi. Mi a fenét csináljuk ezzel a virágból? Tűznek át! Hiszen azt mondták, hogy a fővárosban van! Bűnnyel alvett! Lenne, ha itt találna benne
távoli lénye vagy. Brazíliából. Majmok hazájából. Szervusz, papa. Szabad bemutattam. Lelő kisasszony. Papám. Charlie, mutasd be a nénikének. Donna de Bella, Rita Rosanna, Robert Winston, nyugalmazott ezredes. Örvendek, ezredes. Én Sárdi nénye vagyok, Brazíliától. A majmok hazájától! Thank you.
Most még csak az a fontos, hogy Rollival megértsük egymást. De nem vagyok a kellős útban. Te is nagyon elkönnyelműsködöd magadat. Nem szabad könnyelműnek lenned. Most bajtán söktön párolog el, mert randevút adtam Mollinak. Azonnal itt kell lennie. Nem is tudom, hol kicsi. Jól van, megyek már. Én meg a Mollival adtam randevút Rollinak. És minden jól megy, megmondom neki, hogy meg is szeretem. Bár nem vagyok a kellős húmban. De mégis, érteket hallok? Megyek már, hogy ne zavarjak. Vége magunk vagyunk, édes Mollikám. Talán ő mégiscsak jobb lesz, ha elmegyek. Hát, ha meglát valaki. Csak tudnám, hogy mondjam meg. Ja igen, megvan. Vannak pillanatok az ember életében, időn hátat fordít a múltnak, és merész kézzel ragadja meg a jelent, hogy mellettencse a jövő pártnál. Hiszen azt hiszem, hogy rendben. Nem egészen. Pedig nagyon egyszerű. A jövő pártnak az... De minek ez a jobb cikkos? Imádod. Hol nem szereted mondani? Remélem nem vagyok alkalmatlan. Kérem, maradjon. Csak egy pár szó lenne a piachoz. Noli már úgy is vár a kertben a rózsáknál, ne felejtsek még én is egyik zöldséget még. Megint lenni, sosem sikerült neki. Na mi az a lenni? Merész elhatározásra jöttek. De, mondjuk, magyarázz meg. Követni fogom tanácsodat, és megmondjuk. Gazdag nőt veszek feleségül. Igen. És ki az illető? Hiszen tudod. Hiszen magad ajánlottad. Én? Sajtálnám sincs. Nem emlékszem. Nos hát, Donna de Bella Rita Rosanna. Na papa, ez lehetetlen. Miért? Talán valami sötét pompon a múltjával. Nem, de hogy nem, ez a nő nem méltó hozzád. Fontold meg alaposan. Hát, mit? Az ilyen fény katona nem sokat petetóriázik. Megyek, iszok egy pohár whiskyt, aztán nekirugaszkodok a megkérésnek. Forog a fejemben ez a sok minden. Történik el valaminek. De minek? Gyerek! Veszi annak a bognak a fejében! Úgy viselkedik, hogy az már valami szörnyűség! Kiveszi a kezemből az én kis Dolnikámat, és a kert legsötétebb lugasaiba vonul vele! Ha más baj nincs, itt sokkal rettenetesebb dolgok történnek! Az apám oda benn van, és kurázsit iszik! Hogy értsem ezt? Meg akarja kérni Bobot! Ezt érted el vele? Mindjárt tudtam, hogy ettől baj lesz! De te szép savasztikába kevertél minket! Én? Igen! A te még leszel is néni! Az azok a mindennek! Meg tudnak folytatni! Hát, mit csináljunk? Keressünk fel Bobot, és adjunk neki kellő utasításokat! Ki tudja, hol bujkál most az én Dollival? Menjünk! Megmondjuk a kertet! Te menj erre, én meg arra! Előre hát! Előre hát! Képes vagyok mindenre. De miért várakoztat ennyi? Fiamnak nem mondtam meg, hogy egy Donna Rita Rosannak randevút adott ide. Tisztelt, fullba letelik az idő. Ez ő lesz. Ó, drága Donna. Mit akar ez itt az én világom? Keres valaki? Én? Dehogy. Mit akar ez? Mit lődörök ez? Elvesztek valamit? Én? Dehogy. Szerintem ide lehetem.
idoglány neki. Tetszik egy cigaretta? Köszönöm, nem vagyok dohányos. Mit akar ez? Hiszen úgy alakodott már, hogy tisztelt, elég itt lesz. A ember sokkal idébb a levegő. Igen? Akkor olyan mondnak, hogy menjen oda, és élvezze. Csak a cigarettával szívom el itt. A hölgyek miatt. Donna Lisa hozzánál nagyon érzékeny. Éppen most hagytam el. Hol? A tátul a rózsalukasban. Halász, hol vagy? Hoppá, hoppá! Friss levegősz! Ettől megszabadul ezt a... Ja, papa, nem látod Donna Lisa Rosannát? Hajdalom, nem. Megvallom neked, hogy ide rendel. Talán eltévesztette volna a helyet? Az könnyen lehet. Ha nem tévedek, az imént láttam ott a rózsalukasban. Rózsalukasban? És egy John Madden éppen oda küldtem. A maguk társa. Szó sem igaz belőle. De szeretném, hogy jobb adni fogod. Hajon hol lehet. Na megtaláltak? Én nem. Hát te? Mint a könnyedet mondja el. És a legrosszabb a dologban, hogy magával cipeli az én kis dolgit. Ha megfogom, kitekerem magamnál. Igen, nagyon kedves. Valódnál az a lányra. Te, Durko! Szeretnéd tudni, mit? Itt maradsz, beszéltem van veled. Te, Charlie, nem mutatnád meg Dolinak az Udon kápolnát? A legnagyobb örömmel. Te veled még számolok? Na, hadd beszéljek vele egy-két komoly szót. Te is számolni akarsz vele? Nem megígérted, hogy segíteni fog. Az öreg urakkal kellene lenned, nem pedig a fiatal hölgyekkel. Szedd össze a tyúkeszed és figyelj meg! Képzel. Az apám meg akart téged kiírni. És persze én a te kedvedét menjek hozzá feleség! Köszönöm, mennyire lehet felfogadni. Nem hiszelj már! Szépen vissza fogod utasítani. Hát de hogyan? Képzel magad egy tisztes, idős szerepébe is. Honnan tudjam én, hogy egy idős asszonság hogyan felel egy szerelmi vallomásra egy gyermek? Itt az apám. És mit mondjak neki? Amit akarsz, de fő, hogy kosarat kapjon. Valahára, Donna Lisa Rosanna, legyen anyja. Mindent kerestem, most megtaláltam. Arra kérem, hogy foglaljon helyet. Köszönöm, társa. No most egy erős rohamba teszem. Thank you.
kiketet nézem. Nem vagyok, mint egy magányos vándor. Akik vándorol, egyre csak vándorol, tovább. Egy illatos mezőn egy pályos kibolyácskát. És az az kibolyácska én vagy? Igen, Donna Rita Rosannát eltalálta. Ó, ez nagyon hízelgő. Én egy magányos vándor vagyok, akinek az a vágya, hogy sebzett szívére szorítsa ezt a kibolyácskát. És mivel most megtaláltam e szemben világot... Hát bele küzdobom világba! De nem adja el oda másnak ezt. Értem. Ez illetlenség volt tőle. Már én csak egy ilyen mohó leányocska vagyok. Tóta vén, mámi. De én katona, egyenesen a célra török. Arra kérem, hogy adja csak egy kis jelét hajlandóságának. Nos, remélhetek? Én az ön helyében ne lemondanék minden reményről. Hallok, visszautasni. Nem tehetek más, a szívem már nem szabad. Nem szeretek. Tehát nem remélhetek. Akkor hát nem alkalmatlankodom tovább. Bocsásson meg, hogy a terhére voltam. És felejts el, amit mondtam. Én nagyon szívesen, és ha ismét mifelé kell, kérem, forduljon én hozzám, mint testvéréhez. Szerencsének fogok adni. Sajnálom a fiamat, de ezzel a kosárral egy kő esett le a szívem. Megesszünk, és elmegyünk Nászútra, Arkansasba.
testem bizonyosra vettem, hogy nyilatkozni fog. Nem, egy álva szót sem tudod mondani. Másnap aztán az ezredéliába jövök. És azóta nem láttam. És azóta a néni nem szeret senki, akkor még éppen olyan ábrándos fiatal dörg voltam, mint most te. Szabad tudnom a nem? Robert Tiszton. Különös, itt is egy Tiszton ajta járunk vagyunk. Tiszton? Bocsánat, hölgyeim. Az én nevem Winston. Engem keresnek, vagy a fiamon? Kérlek, Winston, járj egyet a kertben! Ön... Az ön neve... Ha szabad kérdeznem, ismertene egy Robert Winston nevezetű hadnagyot? Én vagyok. Nem ismer engem? Nem. Igazán nem. Sajnálom, de az emlékezetem szerben van. Igaz, hogy már több mint 30 éve. 30 év? Nagy idő. Nem emlékszem. Emlékszik még arra a napra, amikor Indiában? Természetesen. Hogy nem emlékezni. És mi történt az előtte való esélyt? A pánolban? Igen. Kegyed az! Csak most találkoztunk újra. Nagyon világosan áll előttem minden. Táncoltunk, és én akkor majdnem... De azt kegyed már végén elfelejtettem. Azt hiszem. Viszont én most már megmondhatom kegyednek, hogy akkor majdnem bevallottam a szerelmemet. De nagyon félén voltam. Aztán a sors elragadott bennünket egymástól. 30 év. Az idő eljárt. Akkor még fiatalok voltunk. Szerben sütött még a nap is. Bizony. Bizony. Minden olyan szép. Minden olyan gyönyörű. Szép volt. Nagyon szép. De elmúlt. Be kellene mutatom a fiamat. Itt a szobája. Az azt, hogy mára átengedte egy kedves barátjának. Csárani Kirtészonnak. Aki egy kis lakomát rendez a nagynénje tiszteletére. A nagynénje? Brazíliából jött. Donna de Della Rica Rosario. Bemutatom majd kedvenc. Nénike, mit jelentsen ez? Csipa? Jól hallottam-e? Donna de Della Rica Rosario már itt van? Igen, 5 perccel ezelőtt a kertben volt. Csak névlegesen, valami csincsejtek. Ha megengedik, ne ismertetem az egész társaságban. Örülni fogok. Igazán kíváncsi vagyok erre, Donna de Bella Rita Rosannára. Szabad elkísérnem a kertbe. Donna, hogyan szabad neveznem? Donna Habaneras. Te néni kácsi. Hagyjam. Ilyen kár, hogy nem ő Donna Rita Rosanna. Szívesen megkérné meg a kezdet. Úgy egyetlenül bemutatkozom az unokapugomat. Mi Anna Boldi? Winston ezredes. Szabad kérnem? Szívesen, gyere, fiatal. Végre háborítatlanul fogunk egymással cselekedni. Drága édes Rosanna. Csip, Larry. Tehát édes egyetlen, Mónikám. Ezt már mondta lenni. Tehát, Mónikám, akar-e meghallgatni? Mert nagyon komoly közvágyunk van. Úgy látszik, igaz? Mert nagyon ünnepélyes arcot vág. Apámnak nagyon fájdalmasan ábrándítottuk. Gazdag örökösnek hittem magam. És ha megtudtam, hogy néhány évig a tulajdon keze a munkájára a munka édesíti az életet. Dolgoztam én is. Legyetlen. És amíg tudnám, hogy kiért dolgoztam, idővel, majd csak az idő. Ez tetszik nekem, Larry. A kérdés csak az, hogy maga várjunk fog állni. Várja? De mire? Megmondom őszintén. Olyan állással kell kezdenem, amely kicsi lesz. És szerint? A lakásokhoz... Még kisebb és szerintem lesz. A
imádod, drága Mollikám! Hurrá! Mi leszünk a legboldogabb pár a világon! Mit fog szólni a gyámon, ha megtudja? Rögtön hozzás jönnek is, megkérlek tőle! Az nem elég! Meg fog ígérni mindent, de megtartani semmit, hiszen ügyvéd mindent írásba vesz. De miért írásba? Hogy vissza ne vonhassa. Nagyon jól ismerem az öreget, és tudok is valakit, aki kicsalhatná tőle az írást. És ki volna az? Charlie nénikéje, Donna Rivero Sanna. Szentséges. Nem, az nem lehet. Hidd el nekem, Larry, hogy az a legjobb megoldás. És most sietek és megkeresem Dolly-t. Keresd elő a nénit. Pászidikém! Megint kockáltok valami! Charlie nénye azért megölünk! Gyilkos van! Larry! Én vagyok a világon a legboldogabb ember! Én meg a legboldogabb! Meghallottam Doyle-nak minden! Mi? Hogy szeretem! Egyéb semmi! Itt pihent ezen a hűketelen! Válaszom! De sajnos még a nagybátyja beleegyezésére szükségünk van! Dolly most keresi az állítólagos nénét. Hogy másszunk ki ebből a kamasznikából? Változott egy egyszer. De vacsza már! A legtöbb bajnosod borsz! Még ti illetek szemrehányással? Ha tudnátok, hogy ez a bolond miket mesélt nekem? Hát az, hogy... Nem, ez még túl fiatal. Nem szabad ilyesmiről hallania. Ez nem elég? Ilyen tisztességes hölgynek, mint amilyen én vagyok? Nem, ez tovább ki nem állok. Ez a bimbolom a szerelmi útjába áll. Ennek véget kell vetni. Osztozom az előttem szóló nézetetet. Hadd még egy tisztességes kort itt van. Hiszen simán le lehetne mindent bonyolítani, ha ez a folyamú bob okosan visel engem. Ez egy tökkel időt szabály. Egoista, aki rámmal tiporja a barátságot! Hidegjének tudtam megoldani! Nézd, Bobok! A tisztelt szerelmények! De itt ez már mégiscsak sok! Á, kedves Charlie! Nem látta, ami tiszteletre méltó barátnőnket? Donna Rivero Sanna? De igen! Ott hátul, a kertben! Igen? Hát teljes sikertőnkre akarsz tenni! Hagyjatok nekem békét! Nem játszok tovább! Ha szép szelével nem, akkor majd előszakban! Jó kedve kell deríteni az öreg Lodzson! Különben elveszed mindent! Mi az életünket kockázhatnánk, ha a te szerelmedről lenne szó? És te olyan hálátlan vagy, hogy a döntő pillanatban az zsebben bennünk! Ne aludítsatok már! Na jó, elnyugszok mindenben. Hogy áll már? Vigyázzatok, jönnek a lányok! Lenni, a popára kint van két idegen hölgyel a kertben. Legyen rá gondja, hogy ne háborgasson bennünket. Donna Rivero Sanna, hogy egy beszélgetésük lenne egyeddel? Ha lenne szíves nekünk pár pillanatot szentelni, akár egy órát. Úgy tekintjük a nénit, mint jóságos párodunkat. Menjen, Lenni! Charlie, hagyjon magunkra! Urai, volt szerencsém! És most jóságos angyal. Hát, mi mondani valójuk van gyermekeink? Amíg ő tudja dönteni a szánra, John bácsi az én gyárnak. Apám azt mondta végrendeletében, hogyha a bácsi akarata ellenére megyek véghez, akkor a vagyon nagy részét elveszítem. És mivel Moldi meg Larry szeretik egymást, de Larry elvesztette a vagyonát, és szerények kell berendezkednie, Moldi pedig mi hamarabb a feleség akar lenni. Dolly ne veszi! Úgy van, Dolly, az ilyesmiről nem beszél az ember. Most Moldi nosol. Charlie és Dolly is szeretik egymást. Az a szalvénynek nincs elrekefogása. Miattam akár még ma megesküthetnek. Ó, milyen jó maga néni. Tehát mindketten férhez szeretnének menni. Te nincs meghozzá bácsi beleegyezése. Legyen hát a mi szerelmünk védő angyala, és eszközöljük mi. Mindkettőjük számára? Dolly dolga könnyű, ha ön, mint Charlie néni ilyen igent mond, akkor a bácsinak menne semmi.
tanácsom a gyámjánál. Hiszen nem így olyan okos. Olyan gazdag. És a bácsinál ez a fő dolog. De ennek még a mai nap meg kell lennie, mert holnap nyaralni megyünk. Aranyos jó nénike, mondja, hogy igen. Egyed a mi egyetlen reményünk. Hát ki tudna itt ellenállni? Thank you.
meglepte. Ennek állok elvölten egy kellemes órát. Én a magam részéről nem megyek, ugyanis velem van a tudokapukom is. Mi Anna Bonti? Ki? Természetesen ők is szívesen látom. Hol hallottam el? Jaj, Boldrin? Nem csalódom. Az ő hangja. Igen, igen, ő az. Kegyed! Magamra hagyni. Szeretnéd tudni, miről beszél? Vajon ki lehet az
barátságot kívánok neki. Igen, kettes. Donna érdekes. Egyetleg nyugodtan elmesélhetem.
egymásnak szerelni kell. Tiszta bácsinak hirtelen el kellett utaznia Indiába, és így elmulasztották az elő pillanatot. Ez sajnos gyakran előfordul az ember életében. Az ember érez valamit a szívében, és mégsem vallhassa meg senkinek. És aztán ez nagy szerencsétlenség mindkettőnek. Én is ismertem egy fiatalembert, az éppen olyan félénkú, mint Winston bácsi. De amellett nagyon jó szívű, mikor megtudta, hogy az én szegény apám olyan halálos beteg, minden nap eljött hozzánk, és kártyázott vele. Nekem az ellenke nem is tetszett. Ezért megkérdeztem az orvost, hogy nem árt-e neki a játék. De az orvos csak annyit mondott, hogy a játék neki csak áldás. Megvan a sok pénz, és úgy szeretném visszaadni annak a fiatalembernek. Ne tegye azt! Hiszen magának nem is kellene tudnia, hogy ő csót a kártyán. De mikor olyan nagy összegről van szó, amit szándékosan vesztett el a papa kedvét, még csak meg sem köszönhettem neki. És talán sohasem látjuk egymást. És ez a fiatalember sohasem fogja megtudni, hogy mennyire szeretem. És nem is borulhatok anyakára. Untattam talán? Bocsásson meg, de kegyed nekem olyan rokkon szembes, hogy csak is kegyednek mesélhettem el, hogy ezt a jó szívvel nem is szeretném viszont látni. De vegyek is a nénikémhez. A viszont látás. A viszont látás. Nincs oda szósz papottya. Nem mondom, rendkívül meg vagyok magával elégedve. És ő valóban tetszett magának? El van ragadtatva tőle? Igen. Nagyon állatot ragadtatva magától. No, erre valamit írjuk el. Szíverősítő vagy gyomorerősítő? Tekintettel Csábi Mirikéjére szíverősítő. És erős szirke hozzá? Mint a kész. De mondja csak, mikor kéri meg a kezem a bácsiért? Bárja, ehhez szívelősítő kell, vagyis gyomorerősítő. Ehhez meg a bácsiához gyomor kell. Jó gyomor kell hozzá. Szóval magának nincs bátorsága megkérni a kezemet. Várja meg amíg egy kis erőt gyűjtök. Amilyen vad, még megölne. Hát nem volna kár értem. De majd elintézem. Addig is tudja mit. Hagyjuk itt a tárgyat, menjünk a tárgyatban. Elkezdtem olvasni egy érdekes könyvet. Az ókori időkből. Nagy felű gondolat, menjünk maga kis tutenkára. Thank you.
vagyok testestől lelkes. Tanulságos, kedvesem, amíg a levél a kezemben van. Most már nem szabadhatok meg öntől semmit. Mi karoszak? Arám! Most ne! Jönnek a viszontlátásra, dáma kutyulim! Karász nevem el! Utca Johnny! Édes, kedves Johnny-kám! A csókot legalább adhatok. Habaneras, Enredes úr, gratulálhatnak. Képzel, nem? A legboldogabb ember vagyok az egész világon. De hol vannak az én drága gyermekeim? Örömnap ez mindannyiunk számára. Miért olyan szóval? Nem senki, bizonyosan jegyet váltott. Kivel? Hallatlan, hogy lehet egy ilyen nőt elvenni? Szerintem nem hallotta nekem úgy maga is? Az a haszontalan fia most ezt az ötletet. De szerencsére... Kosarat kapott, és ezzel számtalan milliót veszített el. De nem sokkal drágább kincset találtam el érte. Idő, időkori szerelmenet találtam. És csak ugyan megkockáztatnám velem? Szegény, vagyontalan összegyasszonyja?
bizony nem a nényém! Van egy nénye? Mit akar ezzel mondani? Magyarázza meg, végleg is felőssel! Tisztelt haveri úr! Egyedül én vagyok a hibás, és vállalom is a felelősséget. Magam semmi közöm! Magyarázza meg a szabát! Ezt el kell mondanom, bocsánat. Ma reggel megírtuk Mollit és Goldit a nagynéném tiszteletére rendezett ebédre. És zavarunk már egy álnagynénit mutattunk be neki. Álnagynéni! Gyalázatosan becsaptak, hiszen ebben nem is gondolt! Nekem ilyen gyerekcét! Hiszen ott nem várta senki! Ilyen parókás, így gyalazjál! A parókát az csak nem vettem ki a szemünkre. Ez ő! Ki vele? Ki a bírmagyarával? Hölgyeim és uraim, ne tessék neheztelni rám. Áldeszti, én vagyok a cserneménye, a majmok hazáját. Vagy általában Bobi pecsetet. És akkor láttam előtte a szívemet. Mit jelentsen ez? Azt jelenti, hogy akaratunk ellenére belekeveredtünk egy bonyodalmas komédiába, amelyben én vagyok a főbű. Mert ha nem lettem volna olyan csábító nénike, egészen másképp történt volna minden. Don John, én őszintén bocsánatot kérek. Készek vagyunk megadni önnek minden nemzetet. Gyalázat! A valóság! De hol az írás? Amelyet csalással csikartni tőlem. Az írásbeli beleegyezésre gondol? Azt gondosan eltettem. Ez az enyém? Adj ide! Parancsolom! Ez az enyém? Ezáltal érvénytelen de mert az írás nyilvánosan! Mert én lennék el ebben bekerül! Ez a levél Donna de Bella Rita Rosannának szól. És jó kiszteket. A némi én vagyok. Hogy? Én vagyok a csáli nénye, Donna de Bella Rita Rosanna. A bíróságon találkozunk! Megölhet ez engem bennem váltott házassági ígéret? Most pedig megtartjuk a négyes kézfogót hegyelepet!